Az óvoda jeles napjai az ünnepek, így a Márton nap is. Régen Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a néphagyomány szerint ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a munkálkodás után a téli pihenő időszak. Óvodánkban különböző jellegű ünnepeket a rá jellemző sajátosságaikkal rendezzük meg, és oly módon szervezzük meg. A mai mártonnapi felvonulásunk a Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el a családokhoz, a gyerekekhez, az óvodába. A héten a gyerekek tudását bővítettük, készségeiket fejlesztettük, kreativitását is megmozgattuk. A gyerekek maguk készítette lámpásokkal vonulnak fel, és közben mártonnapi dalokat énekelnek. De hát fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az ünnephez kötődő kapcsolódó énekek gyakorlása. Szent Márton személyében a gyerekek egy olyan katonával ismerkednek meg, vagy olyan katonát ismernek meg, akire nem az agresszió a jellemző, hanem a jó cselekedet, a jó szívűség, a segítőkészség. Minden évben elmeséljük Szent Márton legendáját, Szent Márton történetét, hogy a ludakkal hogyan találkozott, és igazából a ludak árulták el az ő jelenlétét. És ugye ezeket a történeteket a gyerekek nagyon szívesen eljátszák szabadidőben. Gyakran beszélünk még a kapcsolódó népi mondásokról, hogy például aki Márton napján ludat nem eszik, az egész évben éhezik. Most ezen nagyon jókat szoktak mókázni a gyerekek. Fontos megemlítenem a szülők közreműködését. Nagyon sokat segítenek minden évben és idén is a szülők. Délután már jöttek az óvodába, segítették a zsíros kenyeret kenni, megfőzték a teát, tehát... Nagyon, nagyon kellemes, nagyon jó kis összetartó ünnep ez a mai nap. Október közepétől folyamatosan beszélgetnek a Márton legendáról a bátaszéki oviban, hogy a gyerekek megismerkedjenek Szent Márton püspök élettörténetével, a személyét övező különböző mesés történetekkel, a nevéhez kötődő népszokásokkal, hiedelmekkel. Tintával ilyen libatolla rajzoltunk Márton napi képeket. Jó ember volt, segített mindenkinek, még a szegényeknek is. Sok finomság várta a mártonnapi ünnepre érkező szülőket és gyerekeket. Több asztalnál önkéntesként a szülők és nagymamák árultak ingyenségeket a gyerekek nagy örömére. Bevallom őszintén, hogy már hagyománya van annak, hogy mézes kalács libával várjuk a gyerekeket, már előre nagyon várják, hogy megízlelhessék idén is a libákat, és természetesen lampionnal készülünk. A lampion az a négy évszaknak a mindenféle meséiből készült figurákkal van díszítve, és ezeket is nagyon szeretik a gyerekek. De a legnagyobb élmény, hogy közösen együtt leszünk. A lampionokat azt az óvónénik találják ki, és minden évben próbálunk újítani valamit, tehát igen-igen megmozgatjuk a fantáziánkat, hogy lehetőleg minél szerethetőbb lampionokat tudjunk gyártani a gyerekeknek. A gyerekek kedvenc rajzfilm figuráikkal és libákkal díszítették lámpásaikat. A gyerekek által előzetesen készített lámpásokat a mártonnapi ünnepségen meg lehetett vásárolni. A szülők ezzel az összeggel az óvodai csoportok működését támogatták. Mártonnapi felvonulásra lesz, ilyen lampionos felvonulás lesz ma a gyerekeknek, és ilyen kirakodó vásár. Hát igazándiból ez nekik egy nagyon nagy buli lesz. Mindjárt körbe sétálnak szépen, és akkor majd utána meg lehet enni mindenféle finomságot. A lámpások mellett a palacsinta volt az egyik talán legközkedveltebb finomság a gyerekek körében. Palacsinta! És milyen palacsinta? Mi van benne? Ezt követően a begyújtott lámpásokkal felvonultak a gyerekek, szüleik és az óvoda munkatársainak körében. Itt vagyok!